Na, hát sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb részben. És csodálatosan napsütéses, kellemes 15-20 fok van kint. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a mai részben összerakom a Ford Mustang következő számait. Úgyhogy tartsatok velem! Igen, a D'Agostini megküldte számomra a következő elviekben 5 számot a Ford Mustanghoz, amit itt a csatornán próbálok a beérkezett számok alapján összeépíteni. Ha valakit érdekel, megnézitek, láttok egy kis progresszt, hogy mennyire haladós ez az egész összeépítés. Jól tudom, akkor ez 110 számból fog állni, és most a 15-ig már megvagyok vele. Úgyhogy, ja, haladunk. De ne is húzzuk az időt, bontsuk ki a dobozt, nézzük meg, hogy milyen tartozékokat kapunk a Ford Mustanghoz. Mustang. Na, srácok, legnagyobb meglepetésemre ebbe a számba megint kaptam az 1:43-hoz arányú Ford Mustang makettet. Ez, ha megnézzük, ez egy 2013-as Ford Mustang GT 500-as Custom. És jó a színe. Tetszik ez a kék. Fasza. Mehet a polcra a másik mellé. Már jól indul ez az összeszerelés. Na, de ahogy elnézem a számokat, nyilván megvan az 5 darab újságunk az összeszerelési útmutatóval. Igen, 5, hello. Hát ahogy elnézem, meg fogjuk ismételni a legutolsó részben már produkált műveletet, és meg lesz a másik ajtónk is. Illetve, ahogy nézem, a kettő ajtót majdnem kompletre fogjuk rakni, ugyanis hát a door card, ahogy hívják, vagyis ajtókárpitokat fogunk felszerelni. Itt van valami, amire még nem jöttem rá, ez talán még egy ülés, amit össze kellene raknunk, illetve a másik ajtóhoz szintén az üveg. Úgyhogy kezdjünk is neki. Azért őszinte leszek veletek, azért nem fenékig tejfel. Amit lehet, próbálok ezzel a csavarhúzóval összerakni, amit adtak hozzá, de hát valljuk be őszintén, nem a legalkalmasabb a feladatra. Úgyhogy kénytelen voltam most már így előhozni ezt a kis precíziós csavarhúzókészletet, mert vannak olyan pöttöm csavarok, konkrétan ezek itt bent, az ajtókárpit hátulján, amikhez a biztosított csavarhúzóval nem fogsz hozzáférni. Igen, úgyhogy a precíziós csavarhúzó az mindenképpen jó szolgálatot tesz. De ezt csak így gondoltam, megjegyzem nektek. Az ajtókárpit mindjárt kész van, úgyhogy folytatjuk is majd mindjárt a következő számmal. We'll be right back.
Na, srácok, Mr. Mustang építése mára ennyi volt, és áttekintve itt a munkadarabokat, láthatjuk, hogy kezdek egy kis patternt felfedezni itt a D'Agostininél, ugyanis jelenleg ennél a számnál úgy veszem észre, hogy ezt párosan próbálják küldeni, tehát ha belegondoltok, az előző részekben már megvan az első két kerék, vagy a hátsó kettő, most nem emlékszek, ugye most ezzel a számmal megvan a két első ajtónk fullosan. Tehát megvan az ajtókárpitunk, az ablakunk, tekerő, zár, mint látjátok. Tehát két első ajtónk az már van. Van egy darab ülésünk, meg nyilván van két kerekünk, ott van egy motorháztetőnk, igen, és itt a csavarokat még mindig megtartom a szortírozóba. Úgyhogy mehet használt autóra, mint alig használt női tulajdonostól, aki doktor volt és Svájcból költözött haza, némileg hiányos állapotban. Na, de srácok, ennyi lett volna akkor a Mustang építés, a 15. számig megvagyunk vele, és hát, hogyha azt mondom, akkor kevesebb, mint 100 szám van hátra, ami nem tudom, hogy most jó-e vagy nem, de én ezeket most elpakolom a helyükre, ahova valók, és ahol biztonságban vannak, amíg a következő pár szám meg nem érkezik. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, amennyiben tetszett egy feliratkozás, lájkot megköszönök nektek. Facebook, Instagram még mindig rendelkezésetekre áll, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság, tudjátok, nagyon jó. És amint megint egy olyan számot tevő, mondom azt, minimum 5 lapszám érkezik, folytatjuk a Mustang összerakását, de addig sem maradunk modellezés nélkül, amit majd a következő videók közül valamelyikben meg fogtok látni. Vigyázzatok magatokra, építsetek Mustangot, vagy Chargert, vagy DeLoreant, vagy akármit, amit a D'Agostininél meg tudtok szerezni, teljesen mindegy, valamit építsetek. Na, sziasztok!